Liszt Ferenc tulajdonképpen mondhatnánk úgy is, és ezt nem én vagyok az első, aki ezt mondta, de tulajdonképpen a zenetörténet első igazi rockstárja volt, aki nagyon tudta azt, hogy mi kell a közönségnek, de mindemellett meg egy olyan tartalommal tudta megtölteni mindazt, amit nyújtott, hogy egyáltalán nem az egyszerűség és a popularizmus volt az, ami őt hajtotta az alkotásban, hanem igenis volt egy sokkal magasztosabb célja mindazzal, amit létrehozott. Olyan technikai eszközöket használt, amelyet addig soha senki, és olyan módon tudta mindezt megjeleníteni, ami abban a korban elképesztő volt és elképzelhetetlen volt. Tehát nyilván ez a fajta rendkívül látványos zongorajáték, ez abszolút benne van az ő népszerűségében. Ebben a montázsban Lisztnek az utazásait vettük górcső alá. A legfontosabb eleme az az, hogy végigvettük azokat az állomásokat, mind helyi, mind pedig időbeli szempontból, amelyek Liszt életében fontosak voltak. Nyilván a Liszt életét nagyban meghatározó háromszög, tehát ez a Weimar, Róma, Budapest háromszög, ez nagyon fontos szerepet tölt be ebben, de rengeteg olyan, hát ha nem is rengeteg, de azért jó pár olyan darab szerepet kapott ebben a montázsban, ahol effektíve helyeket mutattunk meg, és azt gondolom, hogy az egyik legérdekesebb az volt, hogy ugye Liszt, aki mai szemmel nézve is egy nagyon szép kort élt meg, mennyire változatos és mennyire nagy utat tett meg az ő alkotói vonalában, az egészen fiatalkori, a Rapszódiák korszaka, és aztán meg a gyakorlatilag a ma is modernnek nevezhető műveivel. Alapvetően azt várom a Magyar Zeneházától, hogy nyitott legyen, hogy kicsit megpróbáljuk lebontani azt a falat, amit a kultúra köré vonunk. Én nagyon reménykedem abban, hogy megtalálhatjuk azt az átjárhatóságot, ahol létrejön a kommunikáció a különböző kultúráknak a különböző típusai között, és nagyon remélem azt, hogy ez sok embert késztet majd arra, hogy kicsit többet foglalkozzon mindazzal, ami őt körülveszi.